Mai videóban, srácok, nem szabad színekre lépnünk. Képernyő alján mindig ki lesz írva, hogy melyik színhez nem érhetünk hozzá a Minecraftban. Mert hogyha hozzáérünk, akkor egyszerűen meghalunk. Az 5 percenként nyilván változni fog, és mindig más-más színhez nem szabad majd hozzáérnünk. Itt kell majd nekem és Dr. Gossnak kivinnünk a Minecraftot. Mivel ugyanis ez a videó, srácok, nem másról szól, mint hogy ne érj hozzá a színhez videó. Vágjunk is bele. Vásároltuk vajonöltünk Dr. Goss mintás termékeket, póló, pulcsi, mölintet, amit el tudok képzelni. Vásárolj most, és legyél a legmenőbb. Na, szia, Zoli, hello. Na, ahogy látjátok, a current, az a szén, az a known, az azt jelenti, hogy jelenleg még bármelyik színhez hozzáérhetünk, viszont a következő az a black és black and white, szóval a fekete-fehér lesz, azokhoz majd nem szabad hozzáérnünk. Szóval Zoli, minden olyan pixel számít, szóval nézzek, mondjuk itt van a fűblokk, és abban például van egy kis fehér, meg fekete is, szóval figyelnünk kell, hogy ezt mindenféleképpen majd kerüljük el. De vannak árnyalataiba, szóval majd a fehéret azt érdemes elkerülni. Egyelőre most ne húzzuk szerintem az időt, ki kell vinnünk a Minecraftot, hamarabb, és szerintem gyorsabbnak kell lenni, mint gondolod. Viszont a cobblestone-ban biztos, hogy van fehér, szóval azt majd vegyük figyelembe. Viszont szedjük össze, amilyen cuccokat csak tudunk, meg szerezzük dolgokat, és akkor vágjuk bele ebbe a speedrun kihívásba. Melyik a kedvenc színed? Az már nagyon régóta téma, igen. És most soha nem, nagyon régóta barátok vagyunk, már lassan 5 éve, és hát nem nekem tudom, a zöld a kedvencem. Ja, nekem is amúgy. Zöld, mert XP, ezért csak. Nem. Ja. Csak nem szeretem a zöldet. Ja, jó van, az tényleg egy menő szín amúgy a zöld, én is bírcsizem. Én szerintem is, akinek nem az a kedvenc szín, azt meg szoktam verni általában. Ah, az egész kedves tőled igazából, nagyon jó fej vagy. Na mindesetre én egyedül kiszedtem akkor a ház falát, amíg tudom, mert hát nem jár is senkinek ingyen lakhatás, így bizony, és a csákány segítségével egy kőkardot intézek magamnak, majd ezzel szerintem beaprítom a jó öreg vasgólemet. Ágyat hozzáj már most magadnak, mert lusta vagyok szedni neked. Létszíne. Én most elviszem az összes ágyat, mert úgyis Ender Dragont kell lőni. Ó, valóban, ez nem butaság. Jaj, ne, jobb kiket van, jaj. Várjál, nem olyan könnyű ez. Jaj. Oké, na, jó, oké, majdnem megölt a vasgólem, fél szívem maradt, na mindegy. Ölések, bölések, aztán meg is lesz legalább a vassákány. Nem tudom, miért csináltam a kőcsákányt, ami egyből mehetett volna a vas, na mindegy. Meg amúgy is, nem, minek csákán, csinálja a vödröt inkább. Hogy ennyire speedrunolni akarod? Azért nyugi-bugi, én csináltam a csákány. Nem, úgyis le kell majd mennünk, szóval nem kell itt ennyire kapkodni. Inkább ami furcsa, hogy bugzát nem nagyon látok igazából, az jobban irritál engem. Szóval egyelőre amúgy valami kaját azért ezt kéne kapnunk, mindenféleképpen. Ha másra, akkor lehet megölöm a bárányokat. Lehet, hogy báránydarálás lesz nyers hús gyanánt. Ja, meg mindig több ágy. Amúgy, ja, jó, oké, akkor daráljuk le a bárányokat, igazad van. Akkor ez duplán megéri tényleg. Viszont New Color, oh, egy perc, neked mi lesz, mi a színed? Neked is fekete-fehér? Igen. Oké, okay, akkor a fehér bárányokat most öljük meg, mert utána már nem olyan izgi. Az utolsó fél percben szerintem valami teljesen zöld dologra rá kéne állnom amúgy. Szóval ez nem lenne butaság. Vagy egy fára, nem tudom, majd kiderül. Azon tud nagyon nehézek mondani, hogy ó, bocsi, ne üss meg, légy szó, fél HP-n van. Hogy melyiken nincs abszolút fehér szín. Ezen szerintem... Ó, jaj. Jó! Oha. Zoli, szerinted a izén van? A cobblestone tuti van amúgy, ezt feketének számolja, nem? Nem tudom, tesó. Nem tudom, mire kéne ráállnom. Mi az? Ó, nem már éhezek is. Mi az, amin tuti nincs... A tökön, nem, a tökön is van a szára, az nem jó. Szerintem ez barna, ez csak barnának számít, szóval így fogok állni. 3, 2, 1, légy színe, legyél fehér! Jaj! Okay. Te sebződsz? Nem, megvan. Oké, okay, ami a fűblokk is, akkor a fűblokknak is jó mondtam, hogy fehérnek számít, nem? A fűblokkon is szerintem sebződök. Oké. Okay. Jó, oké, akkor srácok, jól gondoltam, hogy a fűblokk az veszélyes, mert az fehérnek számít. Viszont ez a barna, ez nem számít, de nyugodtan átjöhetsz. És a sima dirt block is. Igen, szép volt, meg is haltál, haver. Jó, akkor egyelőre azt gondolom, nem nagyon tudunk mit kezdeni. A cobblestone, azt kéne megnéznünk, tesó, a cobblestone-t. Én megkockáztatom. A cobblestone-on is sebzőt. Nézzük meg. És valóban. Valóban. Ne. Jó, a következő szín amúgy a piros lesz, azt írja. Hát akkor Zoli, egyenlőre... Amúgy van egy ötletem, hogy menjünk, figyelj. Na. Oké, nem még bot, egy darab. Igen, na kíváncsiak, mi lesz a taktika. Hoppa.
Mindjárt megvan. Jó, most kérdjük, hogy fogunk haladni, úgyhogy a se Cobblestone, se fűre nem léphetünk. Oh, jó, Zoli, irány arra néz, ott a izé felé, jó? Arra menjünk. Gyerünk, let's go, guys! Nem érhetünk a színes blokkokhoz, de Zoli, tényleg most látszik, hogy nem, hogy hű a nevéhez, a doktor ranghoz. Ugyanis elég gyökosan megoldott ezt a problémát. Közben próbálok nem fellépni a blokkokra. Gyerünk, Zoli, irány előre, barátom! Csak előre és tovább, barátom! Jó, innentől meg majd legalább követ tudunk szerezni, szóval nem baj. Nagyon jó, tesó, oké. Okay. Itt vagyunk. A sima kör azonnak számít. Igen? Oké. Okay. Igen. Jó, akkor... Mert a szürke is egy árnyalata ezének, fejének, meg a feketének. Igen, várjál, most azon gondolkozok, hogy amúgy... Há, ez úgy számolja, mintha rajta lennék a picsába. De már, jaj, ide se jöhetek, tényleg, jó, így. Oké, okay, hát akkor de ez nem a következő az jó leszen, az lilás árnyalatok, ja, úgyhogy az nem sok van. Akkor próbáljuk lefele menni valahogyan. Ez vajon minek számít? Most ez inkább kintesztelem. Á, ez is a picsába már. Mert szürke. Jó van, azért megpróbáltam. Jó, közben amúgy crafting table van nálad, Zoli? Nincs. Akkor csinálj, már csinálok akkor legalább vödröt. Amúgy viszont én ezt szerintem felugrok amúgy izéért a show, vízért, és akkor tudnánk csinálni a nether portált legalább, abban igazad van. Aha. Jaj. Jó, amúgy itt van, várjál, ezt megcsinálom, csak ne halljak meg, és visszaugrok. A picsába. Mindegy. Á, gyorsabb voltam így, visszaugrott a vízért. És ajjajjaj, annyira nehéz megszokni, hogy nem léphetek amúgy fűre. Annyira ilyen izé, nem, hogy mész, és akkor na jó, akkor menjünk, azt akkor izék, ezek meghalsz a fűtől, fura. Na jó, meg az ott van a kis izénk, és remélem sem hamarosan azért váltódik a szín, és pirosra nem. Mondjuk tök jó, hogy megyünk a netherbe, és az pirosra nem léphetünk. Na, ez nagyon jó lesz. Na mindegy. De még csak lila. Nekem ez is, nekem piros lesz, tesó. Micsoda, más lesz mind a kettőnk. Ah, de amúgy ez nem is baj, mert akkor legalább külön utakon van, viszont tudunk járni. Szóval az nem baj annyira. Van nálad fa? Nincs, viszont egy perc, szóval azt már várjuk meg. 3, 2, 1, jön az új szín! Ready is, és a következő nekem megint piros lesz, az elég fura. Mindegy, nekem gyere, megint fekete-fehér lesz. Ó, jó, az nem jó neked, mindegy, ezt látszik, hogy random. Legalább nekem most sok időm van, viszont az a gond, hogyha hamar... hamar sikerül amúgy izélnünk, eljutnunk a nether, vagy az endbe, nem, a netherbe, bocsánat, akkor nekem nehezebb dolgom lesz, mert a nether az csak piros, szóval én addig konkrétan beselit eljátom a lábamat a netherbe. Ja, Istenem, de ügyesek vagyunk. Jó, kéne akkor nekem, oké, itt van víz. Oké, itt van vas, azért vasat szedek, mert azért szerintem egy shieldet érdemes azt rakni, ráadásul itt baromi sok vas van, mi a picsa, szóval nézd már! Jézusom! Ja, itt is van egy csomó vas. Jó, oké, akkor ezeket próbáljuk addig kiszedni, amíg tudjuk, aztán egy kemencével kiégetünk, szóval egy vasszetet össze tudunk kaparni, plusz itt van láva, és közben pedig amíg vasat szedünk, addig érdemes... jaj! Addig érdemes igazából... Én meg obszidiánban nem tudok majd bemenni, mert lilára nem léphetek. Ja, igaz, igaz. Mondjuk a lila azért talán a legjobb szín lehetőség neked amúgy, talán még jobb, mint a piros. Jaj, Istenem, nem áll! Jaj, mi? Mi számított izé pirosnak? Ja, a láv engem duplán se vesz, tesó! Vágod, mert éged itt, az egy piros is ember! Jó, mindegy, ennyi most szerintem elég lesz, mindjárt csinálkozom egy kemencét, aztán igazából bonzályozhatunk egyet. Hát akkor fával égetünk, nem tudok vele mit kezdeni. És akkor még kiég a vas, addig igazából várakozunk, és utána majd egy... hogy mi annak a neve? Kerestük el egy lávatavat. Na jó, oké, ennyi vas szerintem most egyelőre elég lesz egy vasszethez, így bizony, nagyon-nagyon jók vagyunk. Vaskardot is összedobok szerintem, illetve akkor egy pajzsocskát is. Ez egy eléggé jó ilyen kezdő dolognak számít szerintem most. A többi cuccot amúgy, hát elhozhatjuk akár, vagy te még égeted benne? Jó. Én is csinálom a szettet. Rendben, akkor azt intéz szépen, én addig viszont szerintem elugrok lentebb is, mert keresek magamnak egy por, mert mi annak a neve, lávatavat. Hát ez egy, nem egy lávató, hanem ez egy barlang óceán, nem tudom mi az Isten, de mindig. Oké, és azok találtuk egy egész dizájnos lávatavat igazából. Sebezzed, Obsidian, sebezzed. Jó, hát amúgy neked még jobban jártál, mint én igazából, mert oké, te majd átugrasz gyorsan a netherbe, az tök fajn, meg minden, de nekem azért rendesen majd várnom kell, mert, vagy gondolkodom.
gondolkodnom, hogy hogyan jutok oda át, meg ilyenek. Nekem meg gyorsan kell majd átvenni, mert izé, a következő fekete-fehér lesz. Ja, jó, akkor és sietek. Itt meg minden fekete-fehér. Jó, akkor sietek, tesó, jól van. Minden esetre, ne! Ne, jó, mindegy, ez van elég lávatavunk, vagy lávánk szerencsére. Csak hogy majd izét még cobblestone-t, vagy az Isten, majd flinten steel még intéznem kell mindenféleképpen. Minden esetre most már amúgy meg is vagyunk, barátom. Még gyorsan egy flinten, vagy flintet kéne találnunk valahol. Ajjaj, 30 másodperc, mondjuk nekem nem változik semmi, de flintet azért neked találok gyorsan. És nekem nincsen semmi sötétebb. Várjál, tessék, itt van, állj erre. Oly, jó. Jó, várj meg itt a sorokba, Zoli, jó, mindjárt hozom a flintet, jó? Maradj itt, tesóm. Na Zoli, találtam egy darab gravelt, barátom, ezt most itt fogom idegetni, jó? Aj, Istenem, jó van, nyugi, majd kíváncsi, majd építek neked egy utat, hogy be tudj menni a portálba, mit szólsz? Jaj. Ne adhatsz amúgy fát, és ahogy építsek. Nem, majd ezt én vágtam, csezd meg, ez az enyém. Én örülj, hogy egyetlen eljutottam. Na, jó van. De ott álljál csak ott magadnak szépen, te ezért túltágasd, barátom. Hallod, add már ide, add már, mert ember! Jó, az, hogy üss egyet te is, senki. Most te jössz, ne rakom neked pár szó, jó? Meg visszahozom neked. Ó, oh, ezt egyszer ütöttük! Na, jól van, és akkor szépen intézzük is igazából ezt. Pak! Nagyon jó! És akkor amúgy még jöhetsz, tesó. Gyere, csak neked erre nem léphetsz rá. Jó, mindegy, go, gyorsan. Jó, átjutottál, haver? Ha már töltődik. Jó, nekem is. Jó. Jó, és nem sebződik itt. Mi? Én nem sebződik? Ja, de hogy nem is sebződik? Elvédj már innen, ne arra blokkra én, amire én! Jó. Oké. Nekem ez kicsit bonyolultabb lesz, mint gondoltam. Jó, hát ezzel most nem tudom én, hogy fogok tovább haladni. Zoli! Menj, utánad megyek, tesó! Ja, jó, menjünk. Kölös erővel így. Néha sebződök, mert úgy átugrok, addig megkapom az effektet, az a baj. Jó, srácok, én pirosra ugye nem lépetek, szóval ez egy kicsit ilyen duplán rossz nekem, de valahogy megoldjuk. Jól van. De várjál már, tesó, nem vagyok olyan gyors, akkor parkoroznom kell, ki kell számolnom, hogy mi merre, hány méter. Na itt átfélek. Hát ez előtte bajod. Jó van, jó van. Jó, tudjátok, hogy megvárom a következőt akkor. Na legalább majd jön a next color, srácok, itt vártam egy 20 percet. Most nincs semmi nekem, nice, és a következő viszont purple lesz, azaz gyönyörűséges lila. Itt mit kaptál meg? Én kéket, szerencsére nincs egy darab kék se. Na, ez most jó jön legalább, rendben. Akkor gyorsan essük túl itt a piros részen, még nincs piros. Szóval érdemes mindenféleképpen akkor találnunk egy fortress-t, utána pedig igazából egy enderman erdőt. Na bro, megjöttünk itt a hegyvidékre. Jól van. Na figyelj Zoli, mutasd csak egy nagy trükköt. Na. Ó, ezt tetszett. Maga, picsába már. Merre mentünk le arra, jarra, valamelyre. Na jó, visszajöttem, itt vagyok, hello, hello. Jól van, akkor ott láttunk, hogy kellene nekünk izé. Blézek valamelyre. De ki tudja, blézek mi merre, hány méter, ki tudja, te utágas, meg ilyenek. Na jól van, nem látsz sehol bléz? Ó, amúgy Enderman. Ó, pi, kezdjük ezzel? Akkor, hogyha itt eljöttünk. Jó, menjünk. Itt ez milyen menő már? Regáltam ezeket nagyon nehéz megtalálni, de most egybe így jött vannak, szóval tök menő szucs amúgy. Nem látok itt semmit, ez a legkisebb Enderman erdő a világ. Ott egy Enderman! Ott egy Blaze egyszerre, minden egyszerre! Jaj, nem áll ember, ez annyira nem vicces. Jaj, leestem. Ó, nem baj. Ez hol van? Akkor én leszedem a Blaze-t, te meg az Enderman. Jó, intézd. Oké, ez meghal. Megvan. Megvan, megvan az első szem. Bingo bango. Tele van Blaze-ekkel, haver. Védelem! Azt kell megölnöm, ez lovos. Oké, ez dobott. Dobott, van egy rudam. Oké, ez lőni fog. Zoli, tankolom! Szép! Mennyi rudam van? Kettő. Na, add ide, akkor úgy ez egész jó. Jó állunk, van egy szemem, van izénk, ügyibügyik vagyunk, jól van. Itt van fenn a tetőn. Hello! Szublimált, tesó, hol van? Hopp, hátba jön, mert csak ezt tudja, egybe meg noob. Hol a kardot, haver? Nem dobott semmit. Megérezte a kardom ízét, és meg is befenyített. Ott egy Enderman,
Ender Girl, gyere ide barátom. Hopp! Teleportálsz, én már lent vagyok, lift haver, lift. Mi teleportálsz? Hát hány éves vagy? 12! Jó, megöltük, legalább a szem az meg is van. Nagyon jó, akkor még pár dolog kell. Tesó, ezek összeálltak itt a játszótéren. Ó, egy perc, gyorsan Zoli! Összeálltak a játszótéren egy csoportképre, basszus. Na, jó van. Gyerünk, gyerünk, öljük. Ott megy még egy, meg még egy, meg még egy. Van még itt, van még egy valahol, nem? Ah, itt van. Na, egyet hallok. Itt van. Itt van. Cá, jó, van szem nálad. De 30 sek múlva, kolor, szóval figyelnünk kell. Amúgy, várj, nekem ez nem jó annyira, szem, ebbe tudni van lila. Nekem sem, mert kékem, ez majdnem, hogy kék árnyalat. Nem, ez lilának is számít, ha menjünk vissza a izébe, jajjá. Nem, várj. Meg azt mondtuk, hogy ez milyen jó szín. Mert volt az izé? Nem is tudom, tesó. Ja, 3 másodperc. Jó, hát ha az nem számít lilának, nem tudom. Mindjárt kiderül. Nekem kéknek számít. Nekem lilának nem szerencsére amúgy, szóval az jó. Akkor te menj át, addig jöld a blézeket, jó? Én intézem az ender szemeket, tesó. Most ezek az állás az, hogy Zolinak az a fa színe, meg a földszín az kéknek számít, nekem meg ez lilának számít. Szóval most először a szemvideóban, hogy külön kell válnunk, Zoli. Zoli, akkor külön válunk, te intézd a blézeket, én meg megyek endermeket ölni, én megyek a kéket a lilára. Mert nézzétek meg, srácok, ez ugye nekem lilának számít. Szóval szólú enderman ölés kaland 3000. Mi számít itt nekem lilának? Itt valami lilának számított, azt visszanézem majd. A fa számít lilának ezek szerint, igen, mondjuk az logikus is. Hol van? Menj már innen! Hajj már meg! Na végre, az dobott szeret, hogy ez... ennek a színe az... gondolom, hogy ja. Úgy látom, hogy a gombának a cucca is lilának számít. Zoli, milyen a nem, neked milyen nem kék területeken? Picsába már szegolom most már. Úgy közben majd jön az új szín, arra kíváncsi vagyok. Ó, nekem piros lesz a következő, érdekes. Nekem is most. Oké, jól van, addig öljünk blézeket, amúgy már van 4, már nem olyan sok kell szerenni. Mi, de most miért sebződök? Ja, ez a sorvadás, de amúgy nem is baj, hogyha meghaltunk, tesó, mert amúgy van elég cuccunk mindenre. Szóval azért, van, hát most már öltünk. Már öltünk azelőtt is blézeket, szóval meg vagyunk a cuccossal. Akkor még ágyakat kell csinálnunk. Vagy jó, oké. Mennyi ágyunk van amúgy itt ránézésre? Talán van 10 darab. 10 darab? Akkor ennyi szerintem elég is lesz, ha már nem van egy, de amúgy adja már párat létre, és akkor majd én úgyis jobban szeretem szerintem, mint te ezt csinálni, nem? Ennyit tudod. Oké, jó van, ennyi elég is lesz szerintem. Jó, akkor indulás arra. Gyere barátom. Megnézzük, hogy mi merre hány kilométer. Jó, és akkor vágjunk bele, srácok, amíg nem kezdjük a következő szín. Na Zoli, most örülsz, hogy nem a kék szín van, nem? nekem most piros van, pont az ellentétje. Ja, szóval az nem rossz amúgy, nekem is piros lesz amúgy, szóval no para. Itt most megpróbálok végigmenni, srácok, minél gyorsabban és opcionálisabban igazából ezen a területen. Remélhetőleg azért viszonylag már köz... Lefele! Yes! Erre, akkor jól van. Próbáljunk akkor itt mindig gyorsabban leérni. Basszus, gyerünk Zoli. Jó, én is itt kell látom, hogy ott állunk. Nekem van ásó. Itt akkor valahol ásunk le. Ó, nem is kell, Zoli! Nézd! Ó, mi a picsa! Nem is kell ásunk, tesó! Ó, jó, menj. Egy kicsit lentebb azért. Ne gyere belém! Jó, mindegy, akkor csak üssük ki. Jó. Még egyet, azt ki kell ütnünk. Így is meghalunk. Ne. Jó, mi történik? Oké, jó, nagyon jó. Azt tudom, hogy mi történt, de szép volt, jól van. Na, keresjük meg akkor a portált, haver, és akkor igazából utána meg a sárkánygyilkolászás mehet is. Nem olyan bonyolult a munka. Oké, már a piros szín be van aktiválva, és a következő kék lesz. Ez mondjuk nem tudom, hogy az ennél milyen, minek számít az a blokk, szerintem a sárgának, na mindegy. Minden esetre go át, Oké, ez nem piros. Oké, és Léci, ebben se legyen piros. Nincsen piros, jó, nice, oké, akkor jók vagyunk. Zoli, akkor próbáld intézni a kristályokat, én még lerobbantom a sárkány fejecskéjét, megnézzük ott mit találunk. Látom, úgy legalább előrébb leszünk. Na, akkor srácok, mindenkinek megvan megint a feladata, szerencsére egyik se számít pirosnak, szóval ügyesek vagyunk. Közben a sárkányt akkor ide el is készítem a csucsuka helyét, így valahogyan, és fel is építkezek, hogy azért mégis tudja, hogy mi a szitumitú. Jól van, és úgy érdemes csinálni, hogy ide állok, és akkor ide lerakom az ágyat, aztán majd alukálni elküldöm hamar. Ezeket addig ki is cserélem még több ágyra azért, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk. Így jó lesz, ugye nem rám lövi. Jó, nem rám lőtte, de lassan már aludhatna amúgy a haver. Most száll le. Oké. De most guys, most. Oké. Akkor most. Ne! Jó!
Jó. Jó, nincs több ágyam. Oké, okay, kell egy reload. Jaj, szevasztok. Túléltem fél HP-n, gyerünk Zoli. Ez csak te vagy, haver. Nagyon, még egyet, nem. Nagyon jó. Szép volt, wow, két leszállás alatt. Szerintem ez rekord nálunk, nem? Nagyon kívül, hogy ez 1 millió dimites. Viszont srácok, ennyit volt ez a videó, remélem tetszett. Ne lépjetek soha olyan színre, ami nem szép. Na,